Az FTC elleni 3-3-as döntetlen után kikerült az Újpest labdarúgó csapatának kapujából az éveken át alapember, csapatkapitány, veterán hálóőr, hogy helyette fiatal kollégája védjen jelenleg az NBA-ben 8. helyen álló és felújított stadionjára hónapok óta váró Liláknál. Hát Balajca Szabolcsot kérdezzük most a Megyeri úti helyzetről. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát kezdjük veled. Ugye állítólag, hogyha nézzük az okokat, elért téged az úgynevezett mentális fáradtság. Igaz az az állítás? Ez egy, ugye mindenki a Ferencváros meccsre hegyezi ezt ki, ezt a történetet. Hát ez nem az igazság, ez egy hosszú történet, mert ez már nyár óta húzódik. Egyelőre nem publikus, de majd reméljük, hogy télen már az lesz ez a történet. Mondom, nem egy mérkőzésen dőlt ez el, hogy én védeni fogok, vagy nem fogok védeni. Tehát az a helyzet, hogy itt nyár óta húzódik valami, ami télen kiderülhet, de hogyha én most elkezdek logikusan gondolkodni, és látom, hogy ugye nyilvánvalóan van, amit nem mondhatsz el jelen pillanatban, ez azt jelenti, hogy valaki innen el fog menni? Nem az, hogy nem mondhatom el. Én az edzővel beszéltem nyáron is, a Fradi meccs után is, a Fradi meccs előtt is. Egy jó beszélgetés volt, sok mindenben megerősített. De ezért mondom, hogy ott mi megállapodtunk, hogy ezt nem hozzuk nyilvánosságra, ezt a beszélgetést, hogy ott mi zajlott el. 10 éve vagyok itt, ha valaki egy helyen 10 éve van, a sok mindent lát, sok mindent megtapasztal, sok mindenen átmegy. Lehet, hogy egy kicsit ez föl is örli. Lehet, hogy környezetváltozásra van szükségem, de mondom, még nem akarom erről beszélni. A szerződésem az nyárig tart. Meglátjuk, hogy mi lesz, meg egyáltalán szükség van rám még Újpesten. Uh-huh. Jó, tehát ilyen értelemben létezik valami fajta mentális fáradtság, voltatlan mindenkinél, hogyha valahol, és ugye azért ez a 10 év Újpesten, hát lehet, hogy felért 20-a. Szóval nem, nagyon szeretek Újpesten lenni, rengeteg minden történt. Én, ugye nekem szokták mondani, hogy biztos, hogy játszottam 300 játékossal Újpesten 10 év alatt, volt 10 edzőm, volt 2 tulajdonos, volt kupagyőzelem, volt majdnem kiesés, majdnem bajnokok lettünk, de mégsem lettünk bajnokok, úgyhogy sok minden történt. 4-5-szer újra toldozott stadion, nem? Igen, hát van egy olyan stadionunk, ami most már elkészült, de mégse készül el, de lehet, hogy jövőre készül el, de már el kellett volna készülnie. Úgyhogy... Erről egyébként mit tudtok? Mert ugye elvileg már ott kéne játszanatok, amit májusban ígértek, amikor elkezdődött. Ehhez képest most ugye a klub bejelentett, hogy van egy jó kis 61-néhány pontos hibalistája. Az idei utolsó bajnokin a Debrecen, azért azt valószínűleg nem a Megyeri úton tudjátok fogadni, igaz? Ugye mi látjuk a stadionnak, hogy fejlődik, vagy nem fejlődik, vagy csinálják, vagy nem csinálják. Én nem tudom elképzelni, hogy mi az idén bajnoki mérkőzés fogunk játszani Újpesten. Ugye a háttérben nem látunk bele, hogy mi történik, meg mi nem. Csak azt látjuk, hogy készül-e a stadion, vagy nem. Én nem tudom elképzelni, hogy mi. Jó, akkor te inkább azt látod, hogy annyira nem. Készülget. Na, minden esetre az látszik, hogy tehát azért ugye az elmúlt 10 év arról is szólt ott a Liláknál, hogy azért nem, hogy mondjam, nem ti voltatok ennek a mostani foci reneszánsznak a kedvencei, nem? Hát biztos. Állami kedvencei. biztos, hogy nem mi vagyunk nem. A kedvencei. Télen akkor okosabbak leszünk, addig az biztos, hogy te a kispadról figyeled az eseményeket? Én a kispadon se ülök 5 mérkőzés óta. Edzek, fizikálisan jól érzem magam. Én úgy érzem még, hogy 2-3-4 év van bennem. Aztán azért mondom, meglátjuk, segítem a kapustársaimat, ahogy ők is segítettek eddig engem. Ott vagyok a csapattal, mérkőzések előtt is ott vagyok, mérkőzéseken is ott vagyok. Úgyhogy ez már most már a vezető edző döntése, hogy hova rak, vagy hova nem. Ezt úgy értem, hogy számítasz arra, hogy a következő mérkőzéseken még a kispadon legalább ott lehetsz. Én úgy készülök, hogy én még védek is, vagy kispadon is ott vagyok, úgyhogy én úgy edzek. Ez így azért nem a felemelőbb lelki állapot számodra a hosszú évek sorozata után így nézni a mérkőzéseket, nem? Igen, de rengeteg erőt adnak azok az emberek, akik segítettek, meg azok, akik nem. Én valahol le is nyilatkoztam, hogy nagyon furcsa módon rengeteg olyan üzenetet kaptam, és nem újpesti oldalról, onnan is természetesen, hanem ferencvárosi oldalról is, ami teljesen pozitív üzenet volt, és teljesen meglepő, hogy... Hogy becsülnek? Vagy hát, tisztelnek, vagy hogy mondjam, igaz? Igen, és ez azért mondom, ez nagyon meglepő volt. Na most Szabos, voltál azért már talán még ilyenebb helyzetben is, emlékszem ennél a tulajdonosnál, amikor az volt a kérdés, hogy akkor hogyan tovább. Aztán utána, amikor az ember lehet, hogy azt hihette volna, ennek így vége, újra ott voltál. Igen, én arról vagyok híres,
Rodrigue Duchatel úrral, hogy folyamatos harcba álltunk mindig. Hát ugye kifele is jöttek ezek a dolgok. Valamikor szerződést akart bontani, valamikor nem akart szerződést hosszabbítani. Aztán még mindig Újpesten vagyok, úgyhogy ma azért mondom, ezt tényleg meglátjuk, hogy ez. Hogy lesz ebben. Na most, minden esetre a kispadról vagy a lelátóról, onnan azt lehet látni, hogy a csapat hétről hétre döntetleneket játszik. Ez mi lehet az oka ennek a sorozatnak? Hú, rengeteget beszélünk róla, nekem is vannak teóriáim. Na hallgassuk a te összeesküvés elméletedet. Jó. Ugye nem tudtunk igazolni nyáron, azért nincs olyan nagy konkurencia a csapatban. És szerintem egy peremben lehet, hogy el is van kényelmesedve. Ebből a szempontból, és szerintem ez az egyik fő oka, ugye azért mondjuk 14-15-16-an valaki játszik mindig, és tudja is magáról. És hát kicsit annak is utána kell nézni, hogy azért rengeteg olyan meccset buktunk el, vagy X-re játszottunk, ami a 92-94-dik, 89-dik, 88-dik percben volt. Ennek is biztos megvannak a maga okai. Én úgy érzem, hogy aki nem fegyelmezett az öltözőbe, az a pályán se lesz fegyelmezett. Aki elkésik edzésről 3 percet, az lehet, hogy 1 méterre lemagyarod a pályán. Az utolsó 3 percben fog hibázni, nem? Így van. Hogyha már lefordítjuk a meccsre. Így van. Úgyhogy nekem mindig mondták, hogy nagyon ilyen szögletes gondolkodású vagyok, meg ilyen idézőjelben vaskalapos vagyok a csapatta, de én szeretem, ha az öltözőbe is, meg az öltöző környékén rend van, mert az látszik a pályán is. Most egy kicsit olyan kaotikus a dolog, de hát én azért vagyok még az Újpest csapatkapitánya, hogy ezen én is dolgozzak. Úgyhogy minél előbb megpróbálunk ilyen szinten is rendet rakni, hogy ez ne így legyen a következő mérkőzéseken. Mondom, én ebbe is látom a csapatnak ezeket az X-eit. Ha megnézzük, jó meccseket játszunk, sok gólt rúgunk, viszont nagyon sokszor vannak ilyen kihagyások. Na hát azt hiszem, hogy ez nem véletlen, ezek akár kulcsmomentumok is lehetnek, ez szerintem állati fontos dolog. Na most van itt szerintem még így a védekezésben, meg a védelemben egy fontos kérdés, hogy azért több, mint egy egyszerű belső védőt vesztettetek Litauszkival a nyáron, nem? Igen, a Robi az kezdett vezéré válni, ha lehet ezt mondani, Újpesten, és én nagyon... Nagyon bánom, hogy ő elment, ő tényleg egy vezéregyénység volt, nem csak a védelemben, hanem már a csapatnál is. Ugye a csapatkapitány helyettes is volt. Igen, rutintalan a védelem, bár a Moldávidot ide vesszük, ő egy rutinos ember, de a szélén játszik a védelemnek, és oda kellene egy rutinos ember a pálya közepére, a védelem közepére, ezért hiányzik a Litauszki Robi. Na most, amikor utoljára 5 döntetlent játszott sorozatban az Újpest, ez 1962-ben történt meg. Egy 5-ös győzelmi sorozat következett, hát mondjuk a fiatal Bene felével a csatársorban. Most te milyen folytatást látsz ezek után a csapat előtt? Ugye most 8. Ez a tavalyi példa is áll előttem, hogy ugye 8 vagy 9 mérkőzésen nem nyertünk az ősz közepén, és az utolsó 5 meccset ugye megnyertük, és úgy lettünk másodikat az ősz végén. Nagyon szoros a tabella, lefele is el lehet indulni, fölfele is el lehet indulni. Jó lenne egy görcsódó győzelem a Vasas ellen, és szerintem az egy lökést adna ennek a csapatnak. 2 győzelem, ott vagyunk a dobogó tövébe, és ez a célunk is. A dobogó töve a dobogó, ezt látod a játékos állomány, vagy az összeszokottság a csapat erejé alapján realitásnak az újságban? A játék alapján én ezt látom. A játék alapján? A játék alapján. Tehát amit tud ugye játszani a csapat. Mindenki lesajnált minket a játékos keret alapján, de a vezetőedző szerintem lassan kihozza ebből a csapatból a maximumot, kicsit az embereknek is egy plusz hozzá kellene tenni, mert szerintem a játék alapján simán ott vagyunk a dobogó tövében. Jó edzőtök van, akkor te úgy látod, nem? Én úgy érzem, hogy a hagyományokhoz idézőjelben alkalmazkodik a vezetőedző, az Újpest támadó futballt próbál játszani, ugye próbált régen is játszani, sőt játszott is nagyon eredményesen, mi is ezt próbáljuk játszani. Néha akadozik, de mondom, jó az irány. Most a kupában még álltok, és hogy az mindig egy kiút lehet, mondhatjuk azt, hogy a szegény ember bajnoksága, egy olyan lehetőség, ami kiugrás. Most is így gondoltok rá a tavalyi döntőzés után? Mindenképpen. Az utolsó 3 évben ugye nyertünk, másodikak lettünk, elődöntőt játszottunk, és most is az a cél, hogy minél tovább jussunk a kupába, hanem lesz egyszerű Kozár Miszleny ellen. Azért a másodosztályú csapatok azért elég sokszor borsot törtek az első osztályú csapatok alá, és tavaly a Kozár Miszleny azt hiszem 3 első osztályú csapatot búcsúztatott. Igen. Úgyhogy fel kell kötni a gatyát.
Na most utolsó kérdésem, Szabolcs, egy biztos, télen okosabbak leszünk te is, mi is, hogy mi lesz veled, de hogyha Kemener Szabolcs példáját nézzük a hosszú kispesti pályafutás után, azt feltételezem, hogy még jó néhány évet NB1-es kapusként szeretnél védeni. Hát szeretnék, csak nem tudom, hogy ez majd lehetséges-e. Szeretném, ha lenne 400 meccsem első osztályban, ugye most van 349, jó lenne, ha meg lenne a 400, de mondom, hogy nem zárkozok el semmitől. Remélem, hogy Újpesten lesz. Hát kívánjuk, hogy így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.